Virágvasárnap adták elő a Jézus szenvedés történetét bemutató besnyői passiót, a középkori hagyományokra visszavezethető liturgikus játék, a húsvéti lelki felkészülés egyik állomása. Besnyői passió mindig arra hív meg minket, hogy kövessük Krisztust. Kövessük őt az áldozatos szeretetnek az útján. Az utolsó leheletig kitartó hűség útján, az Istennek feltétlen engedelmesség útján. Kövessük őt. Emeljük rá ezen a mai estén is a tekintetünket, figyeljük őt, tanuljunk tőle. Tanuljunk tőle, mert benne mutatja meg az Isten, hogy hogyan lehet előtte kedvesen és neki tetszően hordozni keresztet, fogadni keresztet, hogyan lehet Istennek tetszően szenvedni, terhet cipelni. Látjuk őt, a fájdalmak férfia, és mégis szelíd és alázatos. Látjuk őt, ahogyan imádkozik azokért, akik szúrják, vágják, bántják. Látjuk őt, ahogyan elesik, de újra felkel, s ha újra elesik, hát újra felkel. Arra hív meg minket ez a mai este, hogy figyeljünk rá, hogy tanuljunk tőle. Így lesz igazán értelme, így lesz igazán eredménye, és Istennek tetsző gyümölcse ennek a mai estének, a besnyői passiónak. A szombati nyilvános főpróba után a Magyar-Lengyel Barátság napja alkalmából kétnyelvű misét tartottak a bazilikában. Március 21-én rendkívüli ülést tartott Gödöllőváros képviselőtestülete. A testület elfogadta a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft.-vel kötendő 2024-es évre vonatkozó közművelődési megállapodást. Ennek alapján a Művészetek Háza többek között teret biztosít a támogatott és kiemelten támogatott művészeti csoportok próbáihoz és műsoraik bemutatásához. Az értékközvetítő funkció ellátása keretében az önkormányzat változatlanul elvárja a különböző gyermek, ifjúsági, felnőtt és nyugdíjas korosztályok számára a nemzeti és az egyetemes kulturális érték közvetítését. A képviselőtestület véleményezési jogkörében elfogadta a Dunakeszi Tankerületi Központ javaslatait a gödöllői köznevelési intézmények tanuló létszámainak módosítására. A Hajós Alfréd általános iskola Török Ignác utcai épülete esetében azonban a képviselőtestület a jelenlegi 250 fős tanuló létszám 273 főre emelésének felülvizsgálatát kéri az ingatlan adottságainak ismeretében. A testület elfogadta a 2023. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítását. A dokumentumba átvezetésre kerültek a 2023. december 31-éig végrehajtott előirányzat módosítások, a költségvetési rendeletben történt átvezetés, és megtörtént az egységes szerkezetbe foglalás. Közel 200 fát ültetnek el a Vüszi munkatársai az újabb fásítási program keretében. Barna Dániel, a Vüszi főkertésze elmondta, hogy most a palotakerti lakótelepen 23 fát ültetnek, ami folytatódik más lakótelepek fáinak ültetésével. Itt a palotakerten 23 fát ültetünk, a város szerte pedig közel 200 darabot. Nagyjából április közepéig fogunk végezni számítások szerint itt a fák elültetésével.
Ebben a tavaszi programban elsősorban a palotakerti lakótelep, a városközpont, az alsópart terület és a Szabadságút az, amiket preferálunk, illetve egy-két más helyszínen, ahol pótolni kell a kivágott fákat. Itt is azért vettük előre ezt a helyszínt, mert a 2022-es évben itt a középső, a lakótelep közepén elég sok fa kiszáradt ugye a aszályos időben, úgyhogy most ezeket is pótoljuk, nyilván többel pótoljuk, mint amennyit kivágtunk. Az alsópark területére pedig kisebb csemetéket ültetünk a nagyobb fák alá, hogy legyen a nagy fáknak utánpótlás, ugye, amiket fokozatosan cserélni kell, mert évről évre vannak ugye leromló egyedek. A fafajok, amiket ültetünk, elsősorban a juharok közül kerülnek ki, díszkörte, tövis nélküli lepényfákat és oszlopos gyertyánokat ültetünk ebben a tavaszi periódusban. Az alsó para pedig a erdészeti csemeték között tölgyek, gyertyánok és vadgyümölcsök is megtalálhatók majd. Pejhe József, lokálpatrióta képviselő, aki palotakerten lakik, elmondta, hogy fontos a sok zöld terület a lakótelepen, és személyesen is fontosnak tartja a kivágott fák helyett újak ültetését. A faültetésnek én is rendkívüli módon örülök, mert jól példázza azt a hozzáállást és azt a szellemiséget, amit a városvezetés képvisel, hogy fát nem egy vagy két évre ültetünk, hanem évtizedekre, a fát azt nem magunknak, hanem a jövőnek ültetjük. Én úgy gondolom, hogy számos ilyen program van Gödöllőn, nem csak a faültetés, hanem akár a bölcsőde átadások kapcsán is ezt tapasztalhattuk, hogy jövőben gondolkodunk, zöldben gondolkodunk, ökovárosban gondolkodunk, ezek mind fontosak ahhoz, hogy a itt élő emberek, a gödöllőiek otthon érezzék magukat városunkban. Indul itt valószínű valamikor a zárható kuka program is, ugye? Igen. Ez a idei esztendőben már előkészítés alatt van, és várhatóan néhány hónapon belül elérjük azt a előkészített állapotot, amikor megérkeznek a zárható gyűjtőedények, minden lépcsőháznak, illetve a lakóknak lesz hozzá kulcsuk, és ugyanúgy, mint ahogy a Szőlő utcában ez az elmúlt évben bevezetésre került, és a Szent János utca egy részén, a palotakerten is elindulhat ez a program, ezzel is biztonságosabbá és tisztábbá téve a várost. A már nagyon várt zárható kuka program mellett hamarosan lehet jelentkezni a hagyományos Tiszta udvar rendes ház versenyre is, amit a közeljövőben fognak kiírni. Gyarmati Péter Szilánkok című könyvének bemutatójára került sor március 19-én a Városi Könyvtárban. A címben szereplő szilánkok a mi szétrobbant világunk maradékai, amelyekből vissza kellene, lehetne állítani az igazit, csak hogy adódik egy probléma. A kiinduló gondolat az ebben a könyvben, hogy mindenféle hatalmasságok annyira megőrültek a Földön, hogy addig nyomkodták a mindenféle gombokat, hogy a Föld szilánkokra hasadt. Szétkerült a világban mindenfelé, és egy valamiféle intelligenciának az a feladata, hogy rakja össze. És akkor kiderült, hogy ezzel nagy probléma van. Az a probléma az egész dologban, hogy a szilánkokat összerakjuk, az nem egyértelmű. Egy példa, talán azt hiszem ez van benne a könyvben, tessék elképzelni betűkkel. Mondjuk van három betűnk, A, K és R. Ugye, ha szépen összerakom, akkor az jön ki belőle, hogy rák. De összerakhatom úgy is, hogy kár. Ugye, tehát valami többlet kell a szilánkok összerakásához. Hát én úgy gondoltam, hogy ehhez adok valamiféle adalékot, és ez a könyv tartalma. Az íróval L. Péter Ficsaba beszélgetett. Szemükben a nagyvilág címmel nyílt kiállítás a Művészetek Házában a Duflex Fotográfiai Stúdió fiataljainak munkáiból március 22-én. A kiállítókat Bárdi Péter alpolgármester köszöntötte. Az, hogy ti nemzetközi kiállításokon voltatok, vagytok és lesztek, az gyakorlatilag azokkal a sportolókkal, akik nemzetközi versenyen szerepelnek, azokkal a diákokkal, akik nemzetközi tudományos vonalon mozognak, akik nemzetközi tanulmányi versenyeken szerepel, azokkal vagytok egy polcon, nagyon kevesen vannak ilyenek. A Duflexnek egy nagyon, nagyon tág, nagyon széles köre van, amiért nagyon hálásak is vagyunk itt a városvezetés nevében. Szívesen járok, nagyon szívesen járok mindig civil szervezetek rendezvényeire,
éppen minap egy interjúban, a Lokál Patrióta magazin interjújában beszéltem erről, hogy az egyik legkedvesebb feladat képviselőként, alpolgármesterként civil rendezvényekre járni, hiszen feltölt a civil szféra, az a lelkesedés, az a motiváció, az a profizmus, ami bennük, bennetek van, az tényleg nagy hatással van ránk is. Az elmúlt 5 évben a Duflex által patronált 21 év alatti fotósok több mint 140 különböző képét mutatták be nemzetközi kiállításokon. Ebből válogattak ki 54 képet a kiállításra. Ezek díjazott vagy több elfogadást elért képek. 11 olyan fiatal volt, akinek így szerepelhetnek képei. A kiállítást Danis János fotóművész nyitotta meg. A képek, amiket itt láthatunk, az olyan képek, amelyek már szerepeltek kiállításokon, mégpedig nemzetközi pályázatokon, vagyis nemzetközi pályázatok kiállításain. A képeknek egy része az díjnyertes kép, a többi része talán egy kivételével mind többször lett kiállítva, tehát több elfogadása van, többször lett kiállítva, vagy legalábbis levetítve bizonyos kiállítás sokon vagy vetítéseken. Akik itten szerepelnek szerzőként, ezek mind fiatalok, vagy legalábbis 21 éves korok alatti képeiket láthatjuk itten. Néhányan már túlléptek ezen a koron, néhányan már egyetemisták, nem is Gödöllőn élnek, vagy laknak. A többség azonban Gödöllőn, vagy közvetlen környezetében lakik. A kiállítás április 21-éig látható a Művészetek Háza konferencia termében. Március 20-án Gödöllőn rendezték meg a Mezei Futás Diákolimpia Pestvár megyei döntőjét. A csodaszép napsütéses időben több mint 1300 gyerek állt rajthoz. A legfiatalabbak, a második korcsoportos leányok 11 órakor kezdték meg a másfél kilométeres távot, majd a fiúk következtek 2 kilométeren. Az utolsó futamra pedig 13 óra 40 perckor került sor, ahol a legidősebb 6. korcsoportos fiúk vágtak bele a 4,5 kilométer leküzdésébe. A start előtt dr. Gémesi György polgármester, illetve Egri Gyula, a Pestvár megyei Diáksport Egyesület elnöke köszöntötte a diákokat. Tavaszi lomtalanításra és elektronikai, valamint veszélyes hulladékgyűjtésre kerül sor az önkormányzat szervezésében április közepén Gödöllőn. A lomhulladékot csak április 13-án szombaton 8 óra 30 és 15 óra 30 között lehet leadni 12 lomhulladék gyűjtőponton. Az engedélyezett lomhulladékot a gyűjtőpontoknál lévő 30 köbméteres konténerekbe érkezési sorrend szerint saját szervezésben kell bepakolni. A szolgáltatás igénybevétele során a közterületfelügyelet ellenőrzi, hogy a szolgáltatást igénybe vevő gödöllői lakos-e. Az esetlegesen felmerülő kérdések megválaszolására a lomtalanítás ideje alatt a lakosság a +36 20 359 25 25-ös telefonszámon kérhet segítséget. Elektronikai, valamint veszélyes hulladékot a vásártéren lehet leadni gödöllői lakcímkártya felmutatásával április 12-én és 13-án 8 órától 17 óráig. A 903 éves premontrei rend történetét bemutató kiállítás nyílt a főtéren. A március 15-i programok keretében megtartott megnyitón Balogh Péter Pius gödöllői premontrei apát elmondta, hogy Gödöllő története szorosan összefonódik a rend életével. A gödöllői premontreiek számára 2023-24-es év jelentős év, hiszen centenáriumot ünneplünk, 100 éve, hogy Gödöllőn vannak a premontreiek. Egy olyan vándorkiállítás elemeit lehet látni néhány hónapig itt a főtéren. Nagyon köszönök, hogy itt lehet, amelyet a rend 900 éves évfordulójára 2020-21-re készítettünk,
és a Covid ellenére és utána is 13-15 helyen megfordult Magyarországon, olyan helyeken, ahol a premontraiek a középkorban és az újkorban is jelen voltak, jelen vannak, van premontrai emlékezet. Örülök, hogy most a centenárium alkalmával itt is itt lehet ez a vándorkiállítás, megmutatva a premontraiek társadalmi szerepvállalását és néhány pillanatképet intézményeinkből, oktatási intézményeinkből, lelkipásztori életünkről, és hát a jelenlegi rendtársaink, akár Zsámbékról, Csornáról, vagy éppen Gödöllőről, kicsit a rendalapítót és néhány fontos gondolatot. Nagyon kevés szöveg van rajta, inkább a képek fontosak, és azok a gondolatok, amik rajta vannak. Gödöllő története összefonódik a premontraiekkel, hiszen a trianoni katasztrófa után, amikor otthonra találtak a kis Magyarország területén a jászói és a nagyváradi premontraiek, akik ott már régóta tanítottak és iskolát tartottak fenn, ide jöttek, és 1923-ban kezdődött el az építkezés, a mai Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem épülete, amely a premontrai gimnázium, rendház és kollégium konviktus volt 24 éven keresztül, 1924-es indulástól 1948-ig. Utána az épület sorsa megpecsételődött, oktatási intézmény maradt, de feledésbe merült az, hogy egy premontrai rend építette egészen addig, amíg 1990-ben vissza nem alakulhatott a rend itt Gödöllőn, és 92-ben az iskola újra nem indulhatott. Jóisten kegyelméből 34 éve vagyunk újra itt, szolgálva Gödöllőt, környéket. Ez a pici vándorkiállítás is ennek akar emléket állítani. És február 29-én megnyílt a Gödöllői Királyi Kastélyban egy nagyon szép centenáriumi kiállítás, amelyre szeretettel invitálok mindenkit, akit érdekel. A kastély nyitvatartási ideje alatt Rudolf Szárnyban ez ingyenesen látogatható június végéig. A kiállított tablókon premontrei atyák és nővérek mutatják be a rend történetét. Bokréta ünnepet tartottak március 14-én a Gödöllői Görögkatolikus Egyházközség épülő bölcsödéjében. A 28 férőhelyes bölcsőde átadását 2025. januárjára tervezik. A rendezvényen Gulyban Gergely parókus beszélt a kormányzati és Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztésről. Kiemelte a város partnerségét és támogatását, s mint mondta, Gödöllőn több egyházi kezelésben lévő nevelési intézmény van, de ez lesz az első ilyen bölcsőde. Volt elég bátorság a város részéről is a görögkatolikus egyháznak adományozni ezt a területet. Időnként hallottunk, vagy láttunk mi is ilyen véleményeket, hogy na hát pedig régen milyen sokat játszottak itt a gyerekek. Most úgy tűnik, hogy a gondviselésnek a tervében az is szerepel, hogy hát ha egyszer itt a közeljövőben újra a városi gyerekek, ha már nem is annyira maguktól rendező elv alapján, hanem egy picit rendezettebb formában, de mégiscsak újra játszhatnak itt. A másik, ami egyházunknak egy nagy öröme, az, hogy a keresztény hitünknek a gyümölcsei, azok körülbelül úgy tudnak megjelenni, hogyha a önmagunkon túlra tudunk mutatni. Megvitattuk az egyházközség képviselőtestületi tagjaival, hogy jó szívvel föl tudunk-e vállalni egy ilyen küldetést, missziót, beilleszthető-e a gondolatainkba. Nyilván egyeztettem a város vezetőivel, és elfér-e egy bölcsöde itt az oktatási rendszerben és a kínálatban. És úgy tűnik, hogy ezek a gondolatok és lehetőségek összeértek. Egyházunk is azt tudta mondani, hogy örömmel fölvállalja ezt, hogy bekapcsolódjunk Gödöllő városában egy eddig nem létező színfolttal, hogy egyházi fenntartású bölcsödével. Dr. Gémesi György polgármester köszöntötte a fejlesztést, úgy fogalmazott, az szélesíteni fogja a gödöllőiek választási lehetőségét. Gödöllő egy családbarát város, egy hete vagy 10 napja adtuk át a városi új bölcsödét, ott örültünk együtt annak, hogy egy 84 főre helyes bölcsödével gazdagodtunk. Nyilván ezek épületek, és ha az nincs megtöltve,
nyilván gyermekekkel, szeretettel, hittel, szakmával, szakemberekkel, akkor az csak az üres falakat fogja jelenteni számunkra. Én örömmel jelentetem, hogy a mi bölcsödénk már meg van töltve ezekkel a tartalmakkal. Épp tegnap jártam ott, és örömmel konstatáltam, hogy szépen lassan belakják a gyerekek, a munkatársak is, így lesz majd itt is egyébként. És az egy fantasztikus dolog, gondolják el, hogy ebben a városban, ahol hívő, nem hívő emberek is jól viszonyban vannak egymással, a egyházak kezében most már, egyházak működtetésében most már a bölcsőde is lesz, hiszen van három egyházi óvoda, ugye a református, a katolikus és a premontrei óvoda, vannak egyházi iskoláink is, tehát az a neveltetés, amit a keresztény szellemiségben történik, annak megvannak a terei, megvannak a hozzá szükséges feltételek, és aki úgy gondolja szülőként, hogy ilyen irányban indítja el a gyermekét, az ebből is választhat. Az eseményt a hajdúdorogi főegyházmegye részéről dr. Jackó Sándor, a budapesti görög-katolikus helynökség püspöki helynöke is megtisztelte jelenlétével. Több mint 1000 fős tömeg gyűlt össze a március 15-i ünnepségre a főtéren. A program hagyományosan a Gödöllői Városi Fúvószenekar térzenéjével kezdődött. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére rendezett városi megemlékezésen dr. Gémesi György polgármester mondott ünnepi beszédet, melyben felidézte a 176 évvel ezelőtti történelmi eseményeket. Gödöllőt a szabadság városának nevezte. Gödöllő az együttműködés és az összefogás városa. Nincs olyan dolog, amiben nem tudnánk összefogni, amikor kell a város érdekében. Aki persze összefogni akar, aki persze együttműködni akar. Ez nagyon fontos. Aki nem akar együttműködni, azzal nem lehet. Aki viszont együttműködni akar, azzal lehet haladni ezen az úton együtt, hogy építsük ezt a közösséget, hogy erősítsük. Én mindig nyitott voltam az együttműködésre, még akkor is, ha más volt a véleményem valamivel kapcsolatban, vagy ma is más a véleményem. De együttműködni a közösség érdekében nagyon-nagyon fontos. És azt hiszem, hogy ez a város nyitott erre, a többség nyitott erre, hogy együttműködjünk. És talán az egyik legszebb, Gödöllő a szabadságvárosa. Mi ünnepeltük először a Magyar Szabadság napját. Ma is ünnepeljük, kevés a pénzünk, nem tudunk olyan nagy ünnepélyeket rendezni, de mindig megfogalmaztuk a szabadság gondolatainkat. Hogy ne mások mondják meg nekünk, hogy hogyan gondolkodjunk. Ne mások találják ki, hogy mi mit szeretnénk. Az ünnepi beszédet követően a Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete adott ünnepi műsort a Nép hangja címmel. A zenés összeállításban ismert dalok és versek hangzottak el. A műsort követően az ünneplők átvonultak a Petőfi szoborhoz, ahol elhelyezték a megemlékezés koszorúit. Az ünnepi programot hagyományosan a Gödöllői Lovasport és Hagyományőrző Egyesület által szervezett lovas felvonulás zárta. A rendezvényt követően a lovasok az Alsó Parkban, a Világfánál színes bemutatóval várták a családokat. 300 fős tömeg gyűlt össze március 14-én a Petőfi szobornál a fiatalok hagyományos fáklyás felvonulására. Az eseményen Fábián Bertalan, a Török Ignác Gimnázium nyugalmazott igazgatója mondott rövid köszöntőt, kiemelve az 1848-as forradalmi eszmék közül a szabadság, egyenlőség, testvériség fontosságát és aktualitását. A szabadság, az egyenlőség és testvériség. Ugye ez a befejezése a 12 pontnak. Vajon ez a három szó világos-e bennünk? Tudjuk-e, hogy ma mit kellene, vagy mit kell, hogy jelentsen ez? Szabadság akkor van, ha én biztosítom a számodra, te biztosítod az én számomra. Az autonómiámat neked kell biztosítani. Én csak akkor érzem magam szabadnak, ha te vigyázol rám, és viszont ugyanígy te is csak akkor érezheted magad szabadnak, ha én biztosítom a te autonómiádat. Vajon létezik-e ma ez a világban? Egyenlőség. Ugye az akkori politikai gondolkodás elsősorban a törvény előtti egyenlőségre hegyezte ki ezt a problémát, hiszen nagy volt a különbség a nemesek és a nem nemesek megítélése között a bíróságokon, vagy a törvényszék előtt.
Éppen ezért ők a törvény előtti egyenlőségben gondolkoztak, és abban hittek, hogy azt létre lehet hozni. Kérdés ma is fönnáll, hogy ma vajon létezik-e törvény előtti egyenlőség. Nem akarok a közelmúlt aktuál politikai ügyeire visszautalni, de hát mindenki gondolkodjon el azon, hogy mi zajlik körülöttünk, és nem csak Magyarországon, hanem a világban. És akkor a végére marad a testvériség. Mit jelenthetett ez akkor, és mit jelenthetne ez ma, vagy mit kellene, hogy jelentsen? Talán ez hiányzik a legjobban az életünkből. Az a testvéri szeretet, mert én csak így tudom értelmezni a testvériséget, hogy az a szeretet maga. Hát az a testvéri szeretet hiányzik belőlünk, mindannyiunkból, valószínűleg belőlem is, hogy el tudjam fogadni a másikat másmilyennek. Ez nem azt jelenti, hogy két Magyarország van, vagy két világ van, vagy ketté lehet szakítani az emberiséget. Ez nem azt jelenti, hogy a Fradi-Dózsa meccs után verekedni kell, hanem inkább azt kellene, hogy jelentse, hogy a közös dolgainkat együtt tudjuk megbeszélni. Nem kell egyetérteni, de megbeszélni, együtt végig gondolni, azt lehet. És talán egyszer majd eljutunk oda, hogy egy Fradi-Dózsa meccs után nem a verekedés következik, hanem lehet, hogy egy sör mellett fogják megbeszélni. A résztvevők ezután a Kossuth Lajos utcán és a Dózsa-György úton 48-as dalokat énekelve vonultak a városi temetőbe. Az ott lévő, az isaszegi csata hősi halottjainak emlékművénél Puskás Péter, a gimnázium történelem angol szakos tanára osztotta meg gondolatait, amiben Petőfi és a 48-as ifjúság gondolatait fordította le mai a közösségi médiában használt nyelvezetre. A fáklyás felvonulás végén megkoszorúzták az emlékművet. A rendezvényen nem csak a helybéli felnőttek és fiatalok, hanem a törökös diákok holland cserediákjai is részt vettek, akik hollandiai testvérvárosunk Wageningen Panterein iskolájából érkeztek. Musza Ahmed, az Urban Verbunk alapítója nemzeti ünnepünk alkalmából Magyarország érdemes művésze kitüntetést vehetett át Csák János kulturális és innovációs minisztertől. Geometria címmel nyílt meg Lőrinc Ferenc kiállítása a Monád Galériában március 17-én. A 77. születésnapját ünneplő festőművész tárlatát S. Jánosi Erzsébet nyitotta meg. Ha megállunk a képek erőterében, az univerzum kering körülöttünk, spirál erejével mozgásban, mégis statikusan, hajszálpontos egyensúlyban van minden. Megfejtem a történetüket. Valahonnan a galaxis belsejéből elindult egy egyenes. Távoli világok fényét hozta, átdöfte a tejutat, megsuhintotta a hetes számot hordozó Szaturnusz gyűrűit, a galaxis rendezettségét angyal vigyázta, pillanatra az egyenes útjába állt, átengedte szárnyai között, és megérkezett a Gödöllői dombság egyik füves tavaszi puckájához. Az esten Vörös Attila és Luci János adott rövid jazz koncertet. Lakossági fórumot tartottak március 11-én a Blahai csapadékvíz elvezetési beruházásról a Blahai napközis táborban. A város fejlesztéseiről Bárdi Péter alpolgármester beszélt köszöntőjében. Ez egy Európai Uniós forrásból elnyert pályázatból megvalósuló projekt. Számos ilyen van most ebben az önkormányzati ciklusban. Büszkék vagyunk rá, hogy majdnem 2 milliárd forint EU-s támogatást tudtunk lehívni, behozni ide a városba. Ez az egyik legnagyobb 300 millió forintos támogatásból valósul meg. Most fejeztük be néhány héttel ezelőtt a bölcsödénket, az új Kis Balázs bölcsödét, aki esetleg nem látta. Érdemes arra kanyarodni, gyönyörű épületet. Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy tudtuk növelni a bölcsödei férőhelyek számát egy ilyen fantasztikus projekttel. Oda 500 millió forintot sikerült behozni, 200 millió forintot energiahatékonysági felújításra, a palotakerti obvoda felújítására, a napelem projektre, egyrészt a palotakerti obvira, másrészt a muzára. A piacon lesz egy fejlesztés, ott is napelem,
térburkolat csere, ilyen fedett, nyitott tér, pavilonok, kisebb árusító helységek, illetve még a ciklus elején volt egy kerékpárút fejlesztésünk is, az is 500 millió forint, tehát így kijön a 1,6-1,9 milliárd forint összesen. Ezzel nagyon meg tudtuk növelni azt a szűkös forrást, amivel az önkormányzat ugye saját erejéből tud gazdálkodni. Ezeknek a projekteknek a sorába illeszkedik ez a nagy beruházásunk is. A Blaháért Társaság munkáját Molnár Gergely önkormányzati képviselő, a Blaháért Társaság alelnöke mutatta be. A Blaháért Társaság Egyesület, mint bejegyzett egyesület, most már közel 3 éve jött létre. A korábbi ilyen civil mozgalomból, amelyet még dr. Bucsi László vezényelt. Ő ott volt az alakulásunkkor is, és nagyon támogatta a csapatot, viszont a meggyengült egészségügyi állapota miatt már nem kívánt tisztséget betölteni. Az egyesületi alakulásnak is a ő kérése miatt tettünk eleget. Régóta szerette volna azt, hogyha több pályázatra tud a blahai csapat pályázni, és több pénzt tud idehozni Blahára. Ennek ugye egy ilyen nem bejegyzett mozgalmi jellegű csoportnak sokkal kisebb esélyei vannak, illetve egy csomó mindenre nem is indulhat jogi szempontból. A projektet Domonkos Ernő, a polgármesteri hivatal mérnöki irodájának csoportvezetője ismertette. Gödöllőváros önkormányzata az Élhető Települések című pályázati kiíráson 299.671.305 forint támogatást nyert Gödöllő kék infrastruktúrájának fejlesztése címmel a Blaháné út csapadékvíz elvezetésének korszerűsítésére. A fejlesztésben a Blaháné út 47-153 közötti szakasza érintett körülbelül 700 folyóméter hosszan, valamint a hegyutcai buszforduló, ahol szikkasztó és tározó rendszer kiépítésére is sor kerül. A szikkasztással kombinált zárt csapadékvíz elvezető rendszer segíti a víz megtartását a területen, ezáltal a zöld sávban tervezett fák, cserjék és füves területek révén mérsékli a felmelegedésből származó mikroklimatikus hatásokat. A projekt keretében további új fák, cserjék és vadvirágos füves felületek kialakítását tervezik az út mellett. A blahai domboldal beépítettsége folyamatosan növekszik, így az egyre szélsőségesebb csapadék mennyisége miatt a magán ingatlanok csapadékvíz elöntése egyre gyakoribb. A fejlesztés megoldást jelent majd a problémára.